Kezdődik a Vox 2024. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöke, és egyben polgármester jelölt a 12. kerületben. Jó estét kívánok. Köszönöm a lehetőséget, sziasztok. Tegnap elkezdődött az előválasztás a 12. kerületben, végül is összejött. Mennek az emberek szavazni, minden rendben zajlott eddig? Ebben, most már két napról beszélhetünk. Igen, amire tudom, nagyjából 800-an szavaztak tegnap. És ugye 7 napig lehet, úgyhogy... Soknak számít, vagy kevésnek? Hát annyiban sok, hogy én úgy emlékszem, körülbelül 3000-re szavaztak a 22. kerületbe, úgyhogy úgy tűnik ez most egy majdnem duplája lesz. Igen, mert hogy meddig lehet szavazni? Egész héten lehet online is, meg offline is, és van 4 helyen sátor, és a többit meg online. Tehát akkor péntekig? A vasárnapig. Tehát akkor vasárnapig végig lehet szavazni. Na, készített egy kis videót, hogy miért is szavazzanak önre, a Facebookján kint van. Azt mondja ebben, hogy először az ellenzéket kell legyőzni az előválasztáson. Ez könnyű lesz, mert egy olyan jelöltet indítottak, aki még soha semmit sem csinált a kerületben. Kire gondol? Hát ugye a Csaba, ugye a Farkas Csaba Momentumnak a jelöltje, akit én bevallom, nem értem, hogy miért őt indították, ugyanis vannak a kerületben olyan momentumosok, akik valódi munkát végeztek az elmúlt években, például a Vadász Gábor vagy a Novák István. A Csaba ugye nem is kerületi, tehát igazából őt akkor láttuk a kerületben először, amikor idejött kampányolni körülbelül 3-4 hónappal ezelőtt. És ő ugye... azt mondta, hogy itt tanult, itt tanított, és itt volt rendőrfőkapitány. Hát örülök, hogy 10 éve itt volt rendőrkapitány, az elmúlt 10 évben nem láttuk, és ugye én nem tudok hivatalos eredményeket mondani, de nyilván azért sokan mondják maguktól ott a szavazáskor, hogy kire szavaznak, és azt, hogy mondjam, hogy a Csaba az általuk rendelt Závec kutatással ellentétben nem hogy első, hanem harmadik szerintem. A Závec kutatás, hogyha már ezt említette, az szerint, ha jól emlékszem, önnek lenne a legnagyobb esélye. Nem, a Momentum egy olyat rendelt az Závectől, ahol szerintem a Csabának van a legnagyobb esélye, miközben gyakorlatilag a harmadik helyen áll a 3 induló közül. De akkor azt honnan tudja? Tehát akkor nem értem. Tehát az előválasztáson a harmadik helyen áll, de hogyha egy az egyben a Fidesz-szel mérik, akkor neki lenne a legnagyobb esélye? Vagy abba a kutatásban azt mérték, hogy az előválasztáson is az első helyen fog állni. Jó, akkor világos. De nem csak egy jelölt van, mert hogy itt Farkas Csabát emlegetett, tehát ott van Visi Piroska. Egyébként Farkas Csaba volt itt már a Vosban, Visi Piroska civilek jelöltje, ő is érkezik, őt is hívtuk, hogy csütörtök este jön majd ide. Szóval két jelölttel áll szemben. Igen, a Piroska valóban csinált dolgokat, tehát ott az iskolában, a szülő munkaközösségben, illetve ott az egyházi területen, ahol ő lakik, ott Virányosban. Hát annyi, hogy ugye nem volt önkormányzatban, meg ilyen önkormányzati jellegű munkát nem végzett, tehát én ebben a szerencsés helyzetben vagyok. Jó, hát ő se végzett korábban, tehát igen, nem mindenki oda születik az önkormányzatban. Valóban, de én azért mindesetre elsőnek nem polgármesternek indultam, hanem inkább csak képviselőnek, és akkor ja, én ugye 5 éve képviselő vagyok. No, nézzük a konkrétumokat. Azt mondta a híradónknak, az ATV híradójának, hogy itt elég nagy része a pénznek, és a 12. kerületben, vagy hát elég jelentős összeg eltűnik azért minden évben. Milyen pénz tűnik el a 12. kerületben? Hát ami el tud, ezek jellemzően a közbeszerzések és az ingatlan eladások. Azt merem állítani, hogy az elmúlt 15 évben mindent megtett ez az önkormányzat, hogy ne legyen valódi verseny se a közbeszerzéseken, se az ingatlan értékesítésekkor. Ennek rengeteg nagyon ügyes és legális és kifinomult módszere van, de ott tartunk, hogy gyakorlatilag féláron ad el az önkormányzat ingatlanokat, és az esetek 75%-ában egy érvényes ajánlat érkezik, ők ezt meg tudják csinálni. Közbeszerzéseknél a legegyszerűbb módszer, ugye 300 millió forint alatt lehet meghívásos közbeszerzés, és ott csak azok indulhatnak, akiket meghív az önkormányzat, és itt jellemzően ugyanaz a kör nyer 15 éve mindent, és hát az árak pedig szintén az egekben vannak. Az önkormányzatnál dolgozik képviselőként, ezt ki tudják nyomozni, hogy például ez mennyi pénz, vagy mennyi veszteséget jelent az önkormányzatnak? Nem, ezt akkor tudjuk, hogyha megnyerjük a választást. Az ingatlanoknál ott látni, tehát azt tudni, hogy nagyjából mi egy valós négyzetméter ár a kerületben, és látni. Bocsánat, meg kell nyerni a választást, hogy lássa az adatokat, tehát nem adják ki egy képviselőnek? Ja nem, csak akkor be tudjuk majd bizonyítani, hogy valóban, hogyha mi kiírunk egy építési beruházást, akkor nem annyiba fog kerülni, mint az önkormányzat. De látszik, tehát mind a közbeszerzések, mind az ingatlan értékesítések, ezek nyilvános, igazából közérdekű adatok, tehát ez bárki elkérheti, és azok valóban nagyon csúnya képet mutatnak a kerületben. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy ez több 100 millió forint évente, és akkor ezt el lehetne költeni arra, amire viszont kéne, mert alig költünk mondjuk műemlékfelújításokra, alig költünk a civil szervezetek támogatására, akár útfelújításra, járdára, szóval bőven lenne helye ennek.
program, erről is beszél a videóban, már nem ingyen sört ígér pusztán, hanem például versenyt a közbeszerzéseken, de ezt tulajdonképpen most már elmondta, kevesebb lakópark leállítaná a lakásépítéseket, vagy nem engedélyezne újat, és miért nem, vagy egyáltalán mit jelent ez? Hát leállítani azért nem lehet, illetve ugye itt elképesztő mértékű ingatlan vagyont eladott az önkormányzat az elmúlt 30 pár évben, tehát jellemzően évi 1-2 milliárdért eladtak ingatlanokat, illetve ugye csomószor azt csinálták, hogy amik ilyen intézményterületek voltak, azokat lakóövezetbe minősítették. Most ezeket visszacsinálni igazság szerint nem lehet, illetve lehet, de végtelen drága. Tehát akkor ezeket ugye a magántulajdon mégiscsak tiszteljük Magyarországon, tehát nem lehet elvenni egy ilyet, meg azt mondani, hogy te nem építetsz ide házat, hanem csak erdőt. Ellenben azt lehet, hogy a jövőben ezt nem csinálni. Hát volt itt ígéret Tibor Czadóra korábban egyébként. A Tibor Czadó az lehet továbbra is, de az a kommunális adónak az arányosabb fizetése lenne, mert ott most 100 négyzetméter felett mindenki pontosan ugyannyit fizet, ami egyébként szerintem nem korrekt dolog. Ezen tudna változtatni például? Vagy lenne szándék erre változtatni? A kommunális adónak eleve nagyon magas, tehát az biztos, hogy kevesebbnek kéne, illetve szerintem nem 3 vagy 4 sáv kéne, hanem valóban négyzetméter arányosan megcsinálni. Tehát akinek 500 négyzetméteres lakás, az még ne ugyannyit fizessen, mint akinek 100. Még egy-két dolog a programból, a kerületi civil szervezetek érdemi támogatása. Mi az, hogy érdemi támogatása? Hát ez nálunk nagyon csúnyán zajlott, évente nagyjából 50 millió forintot osztott ki az önkormányzat titokban, tehát egy olyan rendelet alapján, amiről elfelejtettek szólni a kerületieknek. És ezt egyházi szervezetek kapták, illetve volt több olyan, ami konkrétan Fideszhez, KDNP-hez köthető képviselő benne van az egyesületben, tehát ilyenek kapták. Mi ezt megírtuk, és akkor nagyon dühös is lett az alpolgármester asszony, hogy kiderült, és ő is kezdett kiabálni, hogy akkor most ők ezt megszüntetik, és egyébként megszüntették azóta, tehát kivezették, és van egy másik, ami korábban 10 millió forint volt, most pedig 20 millió forint, amire lehet pályázni, ez szerintem egyrészt nagyon kevés, másrészt ugye itt megint a politika dönt. Tehát itt kellene valami szakmai zsűri, egy normális pontrendszer, ami alapján eldönthető, hogy ki nyerjen meg, tehát most gyakorlatilag hasraütésre kapják a pénzeket, és keveset. Mit mond arra, bár most komoly dolgokról beszéltünk és programpontokról, hogy sokan mondhatják őre, hogy hát ön vicces, meg a kutyapárt is vicces, de vajon polgármesternek elég-e viccesnek lenni? Látják-e azt most az emberek, mondjuk a 12. kerületben, hogy ön 5 éve ott van, letett az asztalra képviselőként valamit, mit tett például le az asztalra képviselőként? Hát én azt gondolom, hogy a 12. kerületben látták a munkánkat az elmúlt 5 év során, igazából az összes korrupció gyanús ügyet, ami ott felmerült, azt mi írtuk meg, amiket említettem, akár a közbeszerzések, az ingatleadás, vagy épp a civil szervezetek támogatása. Egyébként igyekeztünk segíteni a kerületieknek rengeteget, tehát a Covid alatt hónapokon át bevásároltunk az időseknek több száz önkéntessel a kerületben, utána ilyen főzéseket szerveztünk a rászorulóknak. Egyébként ezt szeretnénk a önkormányzat keretén belül kicsit nagyobban is csinálni. Tehát ott a lakosság önkéntességének a becsatornázása egy nagyon fontos dolog lenne. Ez egy olyan kerület, ahol él annyi gazdag ember, hogy azt a pár száz vagy esetleg pár ezer rászorulót bőven meg tudja segíteni. Most ez ilyen apróság, de tényleg mi bármikor szüksége volt valakinek egy mosógépre, akkor ingyen tudtunk azonnal szerezni. Nyilván egy önkormányzat keretében belül ezt azért lehetne jobban csinálni. Ugye a párton belül korábban komoly konfliktusokat okozott ez az előválasztás. Ugye március elején le is mondtak a társelnöki posztról, aztán mégsem. Önnek miért volt ennyire fontos az, hogy legyen előválasztás a 12. kerületben? Én azt gondolom, hogy egy tök jó lehetőség, ahol meg tudjuk mutatni, hogy mit csinálna a kutyapárt egy önkormányzattal, hogyha valóban a kutyapárt dönthetne. Ugye itt nem csak a polgármesterről szavaznak az emberek, hanem itt ugye az a megállapodás, hogy aki megnyeri az előválasztást, akkor a 12 egyéni körzetből 8-ban csak kutyapártos jelölt indult. Tehát a végül nem 6-ban? Ha a kutyapárt nyeri meg? 6-ról dönt a polgármester jelölt, és amúgy meg 2-ben a kutyapárt, 2-ben a Momentum, és 2-ben 8. A hát de ahhoz meg kell nyerni. Igen. Mit szól ahhoz, hogy azt mutatja több kutatás is, hogy Magyar Péter sok szavazót elvisz a kutyapártól. Republikon is mérte, Nézőpont is mérte, nem csak a kutyapártól, nyilván, Momentumtól is, DK-tól is, az ellenzéktől is, bizonytalanoktól, Fidesztől is, de jó részt a kutyapártól is. Mit gondol erre? Végre átkerültünk a másik oldalra, eddig mindig az volt a baj, hogy a kutyapárt elvisz szavazatokat más pártoktól. Én örülök annak, hogy előkerült egy olyan ember, aki úgy tűnik tényleg nagy tömeget meg tud mozgósítani. Tényleg nagyon apátiában volt az egész ellenzéki közeg azért az elmúlt években. És hajrá, és hát hogyha ő az, aki erre képes, hogy az egész ellenzéki szavazókat, vagy nem tudom, minél többet egyesítsen, akkor hajrá. Mi csináljuk, amit eddig igyekszünk dolgozni, ugye most ezért jó sok önkormányzatba be tudunk kerülni, remélem, hogy meg tudjuk mutatni,
hogy ügyesek vagyunk, és akkor jól fogunk szerepelni utána, és a választásról egyébként én megmondom, örülök neki, drukkolok, hajrá, különösen, hogy mondta, hogy rám fog szavazni, tök jó. Azt mondta, hogy erre fog szavazni, hát arról élen maradtam. Igen, Fonti Krisztina helyett szavazna rám, ugye ő is ott lakik a 12. kerületben. Volt-e esetleg önök között valamiféle tárgyalás vagy megkeresés? Ugye korábban azt is elmondta, hogy nagyon sokan keresték, kispártok, nagyobb pártok, meglepő nevek is, keresték egymást például, vagy együttműködnének-e vele? Igazából mi véletlenül találkoztunk, mert a Partizánba utána szerepeltünk, vagy utána jöttünk, és akkor hát annyi volt, hogy mondta, hogy szívesen kávézna velem, úgyhogy majd akkor elmegyünk egyszer kávézni, itt tart a kapcsolatfelvétel. Hát akkor nagyon gyorsan nem haladt ez a kapcsolatfelvétel, mert az interjú az már nem most volt. Hát ez már pár hete, igen. Én nem hiszem, hogy nekünk most választási együttműködésbe kellene egyébként gondolkodni Magyar Péterrel, szóval ilyen szempontból mi nem kerestük őt. Köszönöm szépen, hogy köszönöm én is.